Itt mellettem látható a következő pár perc főszereplője, a Titán nevű tengeralattjáró, amelyet az Ocean Gate nevű cég gyártott, és ugye ennek a tengeralattjárónak a tragédiája volt a múlt hét fő témája, nem túlzás azt mondani, hogy a világon, a világ sajtóban, mert hogy ugye múlt hét vasárnap, tehát hogy tegnaphoz képest egy héttel merült le öt utasával a fedélzeten, ahogy a Titanic roncsait megszemléje, és hát egy órával és 3-4 órával a merülés kezdete után, mert elvesztették a kapcsolatot a külvilággal, és csütörtökre derült ki, hogy valószínűleg a másodperc tört része alatt a süllyedés közben felrobbant, 3800 méterre szeretett volna eljutni. Ez az út 84 millió forintjába került fejenként a résztvevőknek, és ráadásul ezt mindenki hangsúlyozza, pontosan tudták, hogy nem egy bevizsgált technológiával mennek, és hogy nagyon súlyos következményei, halálos következményei is lehetnek a merülésnek, és sajnos ez meg is történt. Ennek a tragédiának a részleteiről fogunk beszélni Víg János ipari búvároktatóval. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amit mondtam, az valószínűleg így történt, hogy ők nem is fogták fel, hogy mi történik abban szerintem a pillanatban, amikor megtörtént. A másodperc tört része alatt történt, és szerintem még fel se fogták, már halottak voltak. Tehát nem szenvedtek. Ebben a környezetben életben maradni egy pillanatig sem lehet. Volt esélye ennek a technológiának arra, hogy eljusson 3800 méter? Nem az első merülése volt, én úgy tudom, hogy már többször merült, és több merülést végrehajtott épségben. Ez az utolsó merülése volt a tragikus, valószínű, hogy repedések keletkezhettek rajta, amit nem vettek észre, nem tudtak. Lehetett volna? Észre lehetett volna venni? Hát megfelelő biztonsági intézkedése, röntgennel egyébben szerintem biztosan, de én azt olvastam, hogy a igazgató tulajdonos azt mondta, hogy a biztonságra költeni felesleges luxus. Hát ez mondjuk a jövőben a cégnek ez nem jelent garanciát, nem a működése. Próbáljuk meg elmagyarázni a nézőinknek, hogy mit kell kibírnia egy ilyen technológiának ebben a mélységben. Gyakorlatilag 10 méterenként egy bárral nő a közegnyomás. Itt most 3,8 kilométerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy ott a közegnyomás 380 bár. Ami azt jelenti, hogy minden négyzetcentiméterre 380 kg nehezedik. A buvárpalaszokat 200 bárra töltjük általában. Ez a buvárpalaszka felrobban, szétvisz egy házat, olyan energiát képvisel. Ha egy ilyen töltött buvárpalaszkot levinnék ebbe a környezetbe, és kinyitnám a csapot, akkor nem a levegő jön neki, hanem a víz menne be, mert 180 bárral magasabb a külső közegnyomás, mint a palacban uralkodó iszonyatos 200 bár. Tehát ezzel lehet a legjobban érzékeltetni, hogy milyen szörnyű körülmények vannak ott. Az ember egy pillanatig sem képes életben maradni ott. Léteznek mélytengeri búvárok, főleg az olajfúró tornyoknál, ők a deszaturációs búvárok, ami azt jelenti, hogy túltelítettségi merülést végeznek, a szervezetükben egy idő után a mélység függvényébe megáll a gáz beoldódása, ami a Kesson betegséget okozza. És ezért ebben a zárt környezetben tartják őket, a munka végezték, ez több napon át tart, és amikor lejárt a, úgymond a műszakjuk, akkor átteszik őket a kizsilipelőkamrába, és hosszú időn kerül, heteken keresztül zsilipelik őket kifele ebből a nyomásból, hogy a vérükben, meg a szervezetükben beoldott légzőgáz, az ki tudjon oldódni, és szépen kilélegezve távozni, nem pedig felhabosítva a vért, és embóliát okozva megölni a búvárt. Itt alapvetően ugye ennek a tengeralattjárónak az a 13. merülése volt. Meg lehetett volna ezt oldani biztonságosan, ha jól bevizsgálják azt, hogy ezek a repedések bekövetkeztek-e a szerkezeten, vagy ez mindenképpen Isten kísértés volt? Mindenképpen Isten kísértés volt. Ezzel az eszközzel, ezzel a szerkezettel, igen. Miért? Egy acél megbízható. A batiszkáf, amivel annak idején a Mariana-árokba lementek, az acélból volt. Megfelelő látómezővel, ami megfelelő vastagságú, és úgy tudom, hogy üveg. Itt úgy tudom, hogy plexi volt a látómező, és ráadásul azt olvastam valahol, hogy 1300-1400 méterig vállalta a garanciát a gyártó. Innentől kezdve nincs miről beszélni, tehát teljesen felelőtlenség volt egy ilyen szerkezettel elindulni. Itt a három ember, a három kalandvágyó úgymond, az tisztában volt a veszéllyel, ők tudták, mit vállalnak.
A pakisztáni milliómos vállalkozó önfelett molylepkeként ment, hogy akkor jaj, de jó, most egy jót szórakozunk. A fiát is vele vitte, aki aggodalmát fejezte ki a rokonoknak, de az édesapja iránti szeretetből apák napjára avval ajándékozta meg az apját, hogy mégis vele tart a ellenérzései ellenére. Én őt sajnálom a leginkább egyébként. Ennek az iparágnak a jövőjét hogyan befolyásolhatja ez a katasztrófa? Hát remélem... Nyilván pénz van az ilyen típusú luxus turizmusra, az látszik. Remélem, hogy a biztonság irányába fog elmenni ez a dolog. Ezt így tényleg Isten kísértést tovább csinálni. Ez a technológia nem alkalmas arra, hogy ilyen túrákat végezzenek. Nagyon sok ilyen mini tenger alattjáró van, ami normálisan meg van építve, hisz aki a Titanic filmet rendezte, ő is állítólag 33-szor járt lent a hajó roncsánál. Úgyhogy szerintem ez megoldható. Itt inkább az volt a probléma, hogy egy eléggé ki nem próbált, meg nem tapasztalt technológiát alkalmaztak. Az anyag azon túl, hogy nyilván sokkal drágább egy ilyen út, mondjuk egy ilyen acél technológiával, mit befolyásol még? Tehát mondjuk a süllyedés sebességét, az egész expedíciónak az idejét? A süllyedés sebességét azt a balasztolástól függ, tehát az attól függ. Nem, tehát ennek neutrálisnak kell lennie, hogy alkalmas legyen lemerülni is, meg felemelkedni is. Ugye a Mariana-árokban úgy csinálták annak idején, hogy könnyű benzinből volt a fejük fölött egy, mint egy hőlégbalon, egy szerkezet, ami emelte a berendezést, és alul elektromágnes vasakat fogott, és emiatt tudott lemerülni. És utána, amikor vége volt a merülési időnek, akkor elengedték az elektromágnessel a vasakat, és így emelkedett a felszínre ez a szerkezet. Az kiforrott technológia volt, és működött. Az a probléma, ami már nem a nyomással kapcsolatos, hanem azzal, hogy kellő keverékű oxigént lélegezzenek be, hogy a széndioxidot, a párát, illetve a hőmérsékletet belül biztosítsák, ez nem probléma a mai technológiákkal? Nem, ez csupán gépészet, ez megoldott mindent részben. Minden szempontból, tehát nem probléma. Amikor az első hírek voltak, hogy elvesztette a kapcsolatot ez a tengeralattjáró a külvilággal, akkor ön már tudta, hogy ennek ez lesz a vége? Vagy még lehetett reménykedni? Nem. Lehetett volna az a vége, hogy felkerül a felszínre, mert hogy megszűnt a kommunikációs kapcsolat, felkerül a felszínre, és a felszínen hánykolódik valahol, és keresik, mint ahogy keresték is a levegőből is, meg mindenhol, hogy hátha megtalálják. Hogy ez lesz a vége, azt már inkább hétfőn vagy kedden kezdtem el sejteni, aztán csütörtökön bizonyossá vált. Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy itt lehettem.